Vannak filmek, amik egészen egyszerűen jobban működnek zombikkal, szörnyekkel, vagy éppen dinoszauruszokkal. Csak ahogyan a horror műfaj is egy erős konszolidációs időszakát éli az utóbbi években, addig a dinoszaurusz fenyegetés eljelentéktelenedésében a legnagyobb csapást talán éppen az utóbbi pár Jurassic World film jelentette. Na most ehhez képest a Sony előrukkolt az ötlettel, hogy dínós filmet csinál. Az a Sony, akiknél a sikerfilmek legyártása igencsak esetleges. Ráadásul a téma is olyan, hogy ha a World filmeknek nem sikerült ezt 150-200 millióból, akkor 45-90 körül, ami egyébként nagyjából a Morbius költségvetése, biztos, hogy ez menni fog. És ha ez nem lenne elég, akkor főszereplőnek megtették azt az Adam Drivert, aki aztán tényleg lutri milyen filmet forgat, mert vagy belenyúl a tutiba, vagy kiolvad az ember agya, olyan vackot tesz le az asztalra. Három ismeretlen a 65 körül. Lássuk, milyen lett a végeredmény. A történet baromi érdekes. Létezik egy humanoid idegen civilizáció, aminek egyik tagja, az Adam Driver alakította pilóta 2 éves küldetésre indul, hogy a bérből meggyógyíthassa súlyosan beteg lányát. Ám az űrhajó meteorviharba kerül, és egy idegen égitesten zuhan le, ami történetesen éppen a Föld 65 millió évvel ezelőtt, a dinoszauruszok végnapjaiban. Én tudom, hogy ez a film nem aratott odakint osztatlan sikert, és majd fogok arról is beszélni a bizonyos nézőpontból, miért tudok ezzel is egyetérteni, ha nem is ilyen élesen, de azt kell mondjam, hogy én baromi jól szórakoztam ezen a filmen. Alapvetően egy sci-fi akció kalandfilmről beszélünk, ami abszolút nem szívbajos, ha át kell mennie horrorba. Nem szégyellem kimondani azt, amit mások valószínűleg a szakma krémje miatt nem fognak megkísérelni, a 65 ismét fenyegetővé tudta tenni a dinoszauruszokat. El tudta érni, hogy a villám fényénél pillanatra kirajzolódó T-Rex félelmetes legyen. Azért ez komoly előrelépés a körömcipőben lesprintelttől. Ráadásul a film sem néz ki rosszul. Jól lehet érződik rajta, hogy fele annyiból készült, mint a parkos változat, de ehhez képest meglepően korrekt a látványvilág. A főszereplő sugárfegyvere például kapott egy mutatós fénycsíkot oldalra, ami a tárat hivatott jelezni, ami filléres megoldás, mégis baromi vagány a végeredmény. Meg végre valakiben felmerült, hogy esetleg a fegyvereknek lehetne hatása a torony méretű szörnyekre. Ezzel elérték azt, hogy a néző izguljon a puskáért. Hogyha nincs a közelben, akkor valóban az legyen az élményünk, hogy hőseink szabad prédák a legutolsó óriás moszkító számára is. Ugyanakkor a film előszeretettel fog szórakozni az idegszálainkkal és hozza ránk a frászt, vagy fagyasztja meg bennünk a vért. Ez nem egy szalonfutkározás oldalunkon a raptor haverjainkkal, hanem tényleg fenyegetés, ahol felmerült bennem, hogy fú, ne induljatok visszafelé, mert az előbb láttam ott valamit mozogni. A 65 tehát meglepően jól vizsgázik hangulatteremtés szempontjából, különösen amikor már látjuk, hogy az égre pillantva közeleg az a bizonyos végítélet. Ugyanakkor nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy a film látványosan olyan, mintha valakinél ott lenne a Biblia, és abból annyit értett volna meg, hogy egyik nap még nem voltak állatok, másnapra meglettek. Tehát ez a koncepció, kicsit értsük már meg, humanoid faj, látogatást tesz a Földön, az ember előtt jóval, az őslények korában, és ebből a koncepcióból annyit sikerült kihozni, hogy vajon fel tudnak-e majd szállni az űrhajójukkal, semmi olyasmit, hogy mondjuk hátrahagytak valamit, amit megtalál az első ember, és ez gyorsította fel az evolúciót, vagy mondjuk a látogatás olyan változásokat idézett elő az ökoszisztémában, amit még az a fránya meteor sem tudott semmissé tenni, egyszerűen üvölt a koncepció ezekért a gondolatokért, de egy karnyújtásnyi próbálkozás sincs a készítők részéről, hogy a témával kezdjenek valamit. Bevallom, őrjítő hiányosság, és a karakterek sincsenek különösebben túl gondolva. Tehát ahhoz képest, hogy nem értik egymás nyelvét, olyan összetett mondatokat kanyarít Adam Driver, amiket a kis csaj látszólag tökéletesen összerak fejben. Ha nem lenne ez a marhaság, akkor építhettek volna erre egy szintén tök érdekes koncepciót, honnan származik az emberi értelem, vagy akár egy Babilon eredet sztorit is építhettek volna rá. Mondanom sem kell, ezt is kár várni. De ettől még nem érzem, hogy ez egy 40 pontos film lenne, ahogyan odakint állítják. Ez egy tök hangulatos akciófilm dínókkal, ami nem próbálja magát túlokoskodni, bár sokkal több van a koncepcióban, mint amit végül kihoztak belőle. Ha a kokainmedve ezen a szinten tudott volna szórakoztatni, nem lett volna vele semmi gond. Szerintem a 65 teljesen mozikompatibilis alkotás, abszolút szórakoztató, én legalábbis bőven szerettem.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és külön köszönöm a türelmeteket, sajnos kicsit meg vagyok fázva ezért, bocsi az orrhangomért. Ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok, hogyha szeretnétek minket támogatni, YouTube-on is megtehetitek, Donablin is megtehetitek, de egyébként meg kérem a kommenteket, hogy nektek a 65 hogy tetszett, ha láttátok moziban, és mindjárt jön a John Wick kritika is. Na, sziasztok!